Székelyföldi vállalkozók vallottak indulásukról, vállalkozásuk építéséről, meséltek ízes sztorikat az Erdély Caféban zajló Vállalkozók őszintén című panel keretén belül Tusványoson. A hétvégéig zajló szabad egyetem és diáktábor nem csak a politika iránt érdeklődőknek nyújt élményt, de a kikapcsolódásra vágyok, és a gazdasági, kulturális, sport területén tevékenykedők is találnak ízlésüknek megfelelő előadásokat. Körülbelül ekkora lehettem, amikor a Pepita nadrágot, amit édesanyám vett, hogy akart rámadni, nem tetszett, nem akartam felvenni, megfogtam és bedobtam a tűzbe, na attól a pillanattól a magam ura vagyok. Kurko János György, csiki vállalkozó, már kisgyermekként is igen erős akarattal rendelkezett. Derül ki a Vállalkozók őszintén címmel Tusványoson szervezett beszélgetésen. Vicces és érdekes, néha meglepő történetek kerültek a hallgatóság elé arról, hogy miként alakult az Erdély Café sátorban bemutatkozó vállalkozók életútja. A sikeres vállalkozás titka a sok befektetett munka, árulták el az asztalnál ülők. Minden kezdő vállalkozónak azt tanácsolom, hogy nagyon át kell gondolni, nagyon ott kell legyen az ötlete, és üzleti terv ellenőrizve, tehát nem lehet csak úgy belevágni, egy próbálkozni valamit, hogy majd, ha nem megy, akkor más csinálunk, mert manapság már sokba kerülnek ezek a félre sikerült ötletek, viszont működik a vállalkozó világ. Szó esett a válságok kezeléséről is, hiszen mind a nemrég lecsengett járvány, mind a gazdasági válságok vagy a közelben zajló háború nehéz helyzetet jelenthetnek egy vállalkozás életében is. Egy korábban elkezdett beszélgetés sorozat részeként a tusványosi panelben résztvevők is őszintén válaszoltak, akár az ezekkel kapcsolatos kérdésekre is. Vállalkozó életutakat mutatunk meg a Vállalkozók őszintén beszélgetés sorozat keretén belül, amit már több mint egy évet csinálunk, aminek az a lényeg, hogy hozzuk testközelbe ezeket a sikeres vállalkozókat, és hogy ők hogyan élték meg az ilyen kihívásokat. Az Erdély Café sátorban a hét folyamán több erdélyi vállalkozóval ismerkedhetnek meg az érdeklődők, hiszen szó lesz sikeres erdélyi startupokról és brendekről, mentorprogramokról, és a helyi turizmus is terítékre fog kerülni.